Rád bízhatom azt is? Hogyne, persze, boldog. Ó, Sina, mit műveltél vele? Életében nem volt ilyen kétséges. Még mindig szoktam segíteni. Jaj, de jó, pofa, ez micsoda? Karácsony? Gyújtosnak éppen jó lesz. Na, lássuk, mi van még, apa. Féletkor hozzá, ha beteg szállítunk. És hogy van, apu? Szűz anyám! Mi az? A puding. Elfelejtettem a karácsonyi pudingot. Hál' Istennek, úgyis utálod untorító egy étel. Már előkészítettem. Csak elfelejtettem kigőzölni. Kénytelenek leszünk mikróba tenni, na! A gyújtós! Na, alig egy órát van, és rengeteg a tennivaló, vigyek a fegyétekre! Sam Holcroft intellektuális komédiája 2015-ben a londoni Nemzeti Színház nagy sikere volt. Alaphelyzete egyszerű. Családi ünnepre gyűlik össze a família, hazaérkezik a két fiú testvér a szülőkhöz, és hozza magával a családját. Ahogy ez általában lenni szokott, frusztráció, rokonszenv és ellenszenv kerül a felszínre, amikor a különböző életformák és gondolkodásmódok egy asztalhoz ülnek. A szerző a játékos forma alatt mély emberismerettel és sok megértéssel fordul a szereplők felé. A nézőtéren azért nevetünk egy család ünneplési vágyán, mert mi is szeretnénk szeretni egymást, de mi sem szeretnénk sebeket adni és kapni karácsonykor. Szerintem van benne egyfajta tanító célzat ebben az előadásban, vagy egyfajta olyan értelemben elgondolkodott az emberek életén, hogy egyrészt van lehetőség a változtatásra, de mégis sokszor ezzel az emberek nem élnek, és azért is nagyon örülök, hogy ezt az előadást diákok is fogják látni, tehát fog menni középiskolai bérletben, az alatt nem szabad, de középiskolai bérletben fog menni, és szerintem, hogy én be is ültettem a diákjaimat, nagyon-nagyon láttam rajtuk, hogy fontos ez nekik, fontos, hogy ilyen témával is foglalkozzanak. A családi játszmák dramaturgiája nagyon különleges. Sam Holcroft, a szerző, az előadás alatt a nézők számára is követhetően kivetítve ad újabb és újabb feladatokat a színészeknek, akiknek a szerepük eljátszása mellett még ezeket a feladványokat is bírniuk kell lélekjelenléttel. Annyit elárulok, hogy bizony feladatokat fognak kapni, amit teljesítenünk kell az előadás folyamán, és ez gyarapszik. Tehát fejenként mindenki kap majd először egy, aztán azt az egy feladatot kell egy kicsit nehezíteni, aztán az egy feladatot nehezíteni és nehezíteni. Tehát így fog felépülni a rendszer a játékszabálynak. A rendező Rák Zoltán játszik is az előadásban. A komédia szerepeit Horváth Margit, Kosik Anita, Tari Patrícia, Tóth Károly és Tar Dániel, valamint Kazinci Laura és Kocsis Vivien alakítják. A bemutató december 15-én lesz a Bárányfrigyes stúdióban.